Gondos Judit győzelmével zárult a június 26-ai csarnoknegyedi időközi választás. Megpróbáltuk megszólaltatni az érintetteket, már kivel sikerrel jártunk. Bármilyen hivatalos végeredmény nincsen, de úgy tűnik, hogy vereség lett a vége. Hogy értékeli a választási eredményt? Hát először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki elment szavazni. Nagyot mentünk, sajnos a választók döntöttek, a választók akarát tiszteletben kell tartani. Ezúton is gratulálok Gondos Juditnak, folytatni kell a munkát. Hogy látja, hogy mit rontottak el, vagy mit lehetett volna jobban csinálni? Ezeket mi nem beszéltünk, meg ezt értékelni kell, ugye, hogy mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul. Le kell vonni a következtetéseket, aztán változóan mindig alacsony a részvétel. Szóval nem gondolom, hogy így a nyári meleg hatására nem mentek az emberek szavazni. Nyilván ez is rátesz, sokan nyaralnak már, iskola vége, de nem hiszem, hogy más lett volna a végéredmény akkor sem. Lehetett annak valami szerepe, hogy a frakció szakadása a kampány közben került nyilvánosságra? Nem gondolom, tehát ezen semmi köze nincs a kettőhöz. Az ügyhöz igazából többi kerületben is külön működnek a frakciók, szóval szerintem ez irreleváns ebből a szempontból. Mik a távlati céljai? Folytatja a politizálást? Benne marad ebbe a közegben? Benne marad, igen, folytatom, megyünk tovább előre. Hogy értékeli a választási eredményt a körzet parlamenti képviselője? Tesszes Gondos Juditnak a győzelemhez. Nyilván alacsony részvétel mellett, de ez egy egyértelmű győzelem. Viszont azért az alacsony részvétel, azt tudjuk, hogy ebben a választókerületben, ebben a kerületben az a Fidesznek kedvez. Azon kell dolgozni, hogy meggyőzzük a választókat arra, hogy el kell menni szavazni. Nyilván egy időközi választáson ez mindig nehéz, azért 2024 nagyon más lesz ebből a szempontból. Látott valami olyat, amit máshogy csinált volna kampánytechnikailag a jelölt helyében? Amit a Laci csinált ebben a kampányban, akinek szintén gratulálok, tehát hogy éjjel-nappal dolgozott, tehát hogy ezzel nem volt probléma. Nyilván nem a jelölt csinálja át ebben a kampányt, voltak szerintem olyan dolgok ebben a kampányban, amit a máshogy kellett volna csinálni. Ő szeretné, hogyha Pityó László maradna a közéletben, és továbbra folytatná a politizálást? Abszolút. Tehát a Laci iszonyatos nagy elszántsággal dolgozó, a helyi emberek ügyeire, problémáira nagyon-nagyon érzékeny, és nagyon nagy munkabírású képviselőjelölt sajnos most csak. Én nagyon örülnék neki, hogy 2024-ben ő újraindulna, és megpróbálna még egyszer, és szerintem akkor meg is fogja nyerni egy magasabb részvétel mellett ezt a körzetet. Hello! Igen, tessék! Üdvözlöm, Dercsenyi Dávid vagyok a József Erős újságtól, és egyrészt érdeklődöm, hogy önöknek van-e egy eredményvárója valahol? Nincsen, sajnos. Nincsen. Hát nem terveztünk, hát ugye azért, hogy főleg erre a 9 szavazatra, ugye nem terveztünk eredményvárót. Értem. Hogy értékeli a választási eredményét? Hát most erre nehéz mit mondani, tehát mi azért apait, anyait beletettünk, azért megmondom őszintén. Ahhoz képest ez a 9, ez elszomorít. És mit gondolt, hogy mit rontottak el, vagy mi volt ennek az eredménytelenségnek az oka? Ezt majd meg fogjuk vizsgálni, nem tudom. Hát itt gyakorlatilag a két nagy párt szövetség teljesen leosztotta egymás között a szavazókat. Ebből a tortából nekünk nehéz lesz ebből ennél az 1%-nál többet kicsikarnunk hosszú távon. Mit gondol, folytatja a közéleti tevékenységét a kerületben? Ugye ez mindenképpen, már a második választás. Mindenképpen. Értem. Még, hát nemrég arról beszéltünk még, hogy következő választáson polgármester jelölt leszek. De ez most lehet, hogy ez újraértékeli a dolgokat. Értem. Tehát akkor nem adja fel, és folytatja. Nem, én folytatni fogom, így van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, viszontlátásra. Megpróbáltunk Gondos Judittal is beszélni, hogy mondjon pár szót a győzelméről, de a Fidesz eredményvárójánál nem vártak, adályokba ütköztünk. A kétharmados országgyűlési ülése változott meg, és most se változott meg. Jó. Jó. De nem tudom, hogy mi a módja. Őszintén szóval nem értem, hogyha ekkora nagy az igény, akkor mi a... Hát
próbálkozunk. Mi az akadály? Hát le kell írni, hogy bocsánat, elnézést kérünk az újság, nem az ön, hanem az újság. Hát ugye volt egy ilyen cikk, egy ilyen bocsánatot kérünk. Hát majd ha elküldi, akkor majd megköszönöm, én nem emlékszem. Hát nem én, de még az előző szerkesztő. Hát az bocsánat, az úgy szólt, ha ugyanarra gondolunk, hogy az volt benne, hogy hát, hogyha ez az ára, akkor ő bocsánat. De ne azért kérjem, ez az ára. Azért kérjem, hogy csináltak. Amit a maga médió elkövetett. Úgyhogy azt értem, de nem mindig jó. Oké, köszönjük szépen. Jó van. Minden jó. A pohár vizet, vagy egy kávét, vagy egy fröccset, bármi. Nem, köszönjük szépen. Három módot szerettünk volna győztes erőtől, de akkor köszönjük szépen. Minden jó. Nektek is, sziasztok.